Üdvözlöm Önöket a Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és ez a nap híre. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki továbbra is támogat, hallgat, kommentál, még akkor is, hogyha nem mindig értünk egyet. Úgy látom, az Andrew-t videó az kicsit felborzolta a kedélyeket, és szeretném elmondani, hogy alapvetően a jelenséget akartam bemutatni ezzel, tehát semmiféleképpen nem helyezkedünk egy platformra Tate-tel, és persze nyilván vannak információk, amikhez hozzájutunk, meg vannak információk, amikhez nem jutunk hozzá, de egyébként az, hogy hogyan bánnak vele azért, mert valamilyen módon rálép a főáramú médiának a lábára, az szerintem érdekes. És a társadalmi változások is nagyon-nagyon érdekesek, amihez egy hírcsokrot szedtem össze már. Igaz, hogy nem ugyanabban az országban történnek a dolgok, de egy kicsit szeretnék rámutatni arra, hogy az a fajta ideológiai átnevelés, amit velünk szemben, meg úgy az egész világon a nagy tömegekkel szemben próbálnak elérni, az szépen lassan eljut arra a pontra, vagy abba a stádiumba, ahonét már nem nagyon lesz visszaút. És ugye az állatorvosi lova ennek a dolognak első körben az Egyesült Államok azért, mert ott már nagyon régóta folynak ezek a folyamatok, mert a 70-es évektől kezdve ott vannak ezek a különböző vók aktivisták, akiket akkor még feministáknak hívtak meg, szószólóknak, és ennek a nyomán, ugye a feminista mozgalom, meg a nagy szexuális forradalom nyomán keletkeztek az összes többi aktivista csoportok, legalábbis ezen a szexuális területen, és ugye vannak olyan hírek már az Egyesült Államokban, hogy a fiatal generációk, tehát az utánunk, vagyis hát az utánam következő két generáció, azok, akik 25 és 34 év között vannak, vagy a 25 éven aluliak, ugye az égeneráció, generáció, ezeknek már a nagyobbik fele például azt állítja, hogy ha valakinek a nemét rosszul állapítja meg egy másik ember, mondjuk nem úgy, ahogy ez az illető ezt szeretné, akkor azt büntetni kellene teljesen normál bűnvádi eljárással. A NewsWeek csináltatott egy felmérést, ami szerint, most idén júliusban készült ez el, 44%-a ennek a korcsoportnak azt gondolja, hogy bűnveldi eljárás alá kellene venni azokat, akik valakit rossz személyes névmással illetnek. És ugye ez eléggé félelmetes, egyre inkább, mert ugye a 65 nem is, 33 a fiatalabbak közül, a 18 és 24 év közöttiek közül gondolja, hogy... Illegálisnak kellene minősíteni azt, hogyha valaki rosszul határozza meg egy másik embernek a nemét. Tehát lényegében az egész arra utal, hogy egy teljesen agyatlan őrültséget kezdenek el te tökéletesen legálisnak, vagy validnak elfogadni ezek az emberek. És ugye, hogyha megnézzük, hogy Amerikában mi történik, egy ilyen tíz éves csúszással nagyjából mindenhova beszivárog ez. Van ahová hamarabb, tehát a németek azok teljesen, mint a kis angyal, másolnak mindent. Az Európai Unióra ez ugyanúgy rá lesz kényszerítve, akkor is, hogyha az amerikaiak már régen levonták a következtetést belőle, vagy levonják, hogy nem jó, és hogy abba kell hagyni, vagy változtatni kell. Ennek ellenére, mégis, mint a kánon, szépen megy tovább Európába, és akkor az európaiak minden tapasztalat ellenére gyönyörűen átveszik ezeket a dolgokat és akkor csodálkozunk rajta, hogy az egész helyzet, ami kialakult jelen pillanatban, meg hogyha hozzávesszük azt, hogy a pornó az milyen szinten határozza meg az embereknek a mindennapjait, ugye pont az mt n jelent meg egy olyan hír, hogy Magyarországon, ami ugye még próbál ellenállni ennek a nagy vókizmusnak, tehát nálunk még alapvetően azért van egy bizonyos tartás a társadalomban, nálunk naponta több mint 600 ezer felnőtt néz pornót, vagyis hát nem felnőtt, hanem polgár, mondjuk így. És ugye úgy néz ki, hogy egy hónap alatt két és fél millióan látogatnak el valamiféle pornó oldalra. A felhasználók fele 18 és 39 év között van, az ötödük, tehát a 20%-uk pedig 40-től 49 évesig tehető, és 80 százalékuk, nem is 70 százalékuk férfi, minden második férfi néz pornót legalább havonta egyszer, tehát ezek a számok, ezek mind azt mutatják, hogy egy ugyanolyan változás fog beállni nagyjából, vagy legalábbis próbálják elérni azt a fajta társadalmi változást nálunk is, Európában mondjuk így, ami már végbe ment az Egyesült Államokban. Ugye ennek nagyon sok vetülete van, hogy valaki miért fordul a pornográfia felé, és azt is tudni kell, hogy legalább annyira addiktív, mint a drog. Tehát az agyunkban pontosan ugyanolyan reakciókat vált ki, mint hogyha kábító szereznénk, és emiatt nagyon nehéz róla leszokni, és hihetetlen nagy erőfeszítést igénye, hogyha valaki rákattant, akkor ott nagyon komoly elhatározás és segítség is kell, hogy ebből ki tudjon jönni százszerzalékosan, mert ugye azt látjuk, hogy ezek a dolgok, ezek minden párkapcsolatot megrontanak, tehát hogyha bekerül egy párnak az életébe, akkor onnantól kezdve a szexuális életük az teljesen megváltozik, meg és nem a jó irányba. Főleg, hogyha rá van kattanva az egyik fél, vagy akár mind a kettő, akkor egy idő után ez fogja a nagyobb dopamin mennyiséget felszabadítani az agyukban, ezért hihetetlenül gonosz. Tehát olyan dolgok nem fogják már kielégíteni őket, amelyek korábban igen. És sajnos az a tendencia, mint a drognál is, hogy mindig egyre több és több kell belőle, és már egyre durvább irányba mennek el a fogyasztók. Tehát olyan dolgokat is néznek, amit egyébként mondjuk, ha aki éppen kapcsolatba kerül, vagy először néz pornót, eszében nem jutna rá de ugye sajnos minél többet nézi valaki, annál nagyobb mennyiségű adagra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a dopamint felszabadítsa az embernek az agyában, és emiatt ugye meg, megrontja a kapcsolatot ráadásul az a helyzet, hogy én például nem szívesen venném, hogyha az én férjem valaki mást nézegetne, egy, egy idegen nőt nézegetne a tévében, vagy a mobiltelefonján. Tehát ö, abszolút az egész a bizalmat, a hűséget, és hát a szexuális életnek a minőségét is borzasztóan lerombolja a pornó. És a másik, hogy, hogy a gyerekek, ugye ebben a, ha hihetetlen módon átszexualizált világban nagyon-nagyon kicsi korban már ki vannak téve ilyen hatásnak, és azért szinte egyenes út vezet a zöldséges autótól, amin a karfiolok meg a paradicsomok között pucérnők vannak, mert ugye az a marketingben az egyik alapszabály, hogy mesztelen nőkkel mindent el lehet adni. És hogyha ezt a gyerek látja, meg az óriás plakátok, amin mindenféle dolog látható már, tehát innen már szinte egyenes út vezet ebbe, hogy pornófogyasztó lesz. Ráadásul ugye azt is meg, meg lehet nézni, hogy a domain nevek, tehát hogyha megengedjük neki, hogy szörfözzön az interneten egyedül, akkor rengeteg olyan pornó termelő, most mondjuk így, vagy tartalom előállító felvásárolja azokat a doménneveket, amik például a gyerekeknél a legnépszerűbb mesékre mutatnak, és két-három kattintásra van minden gyerek, akár a, a szadomazó pornótól is, tehát egyáltalán nem nehéz, és hát most már nem kell előfizetni, nincsen az a szégyen, hogy mondjuk az embernek a párja észreveszi a számla történetében, hogy valami pornó oldalnak utalt pénzt, mert hogy hihetetlen mennyiségben ingyen is elérhetők, lehet, hogy nem annyira jó minőségű, meg nem olyan hosszú, de az a helyzet, hogy pontosan azért, mivel minden instant, ezért most már nem igénylik a fél órás pornófilmeket az emberek, hanem öt meg 10 perces dolgokról ugrálnak egyikről a másikra. Tehát az a helyzet, hogy, hogy a szituáció az egyértelműen romlik, és egyre inkább, egyre rosszabb. És akkor, hogyha megnézzük, hogy a nagy vókizmus, ugye, az, hogy ez az úgynevezett misgendering, ez illegális kellene, hogy legyen, ami egyébként őrület. Tehát, hogyha ide velem szembe egy kétszer-három méteres kopasz férfi, akkor semmi okom nincsen rá, hogy én őt kislánynak tartsam, és így is azonosítsam, és egyébként meg, hogyha én erre véletlenül azt mondom, hogy, hogy ráadásul a magyarban nincs is különválasztva a személyes névmásban egy eszem harmadik személyben a, a, nem, szóval mi vagyunk itt a, a legfelvilágosultabb nemzet, azt kell, hogy mondjam, a mi nyelvünk a legalkalmasabb erre. Tehát, hogyha például én őt rosszul azonosítom, Azért, mert nem ordít róla, meg egyébként is, tehát az ember alapvetően nem kell, hogy kiszolgálja mindenkinek a mentális betegségét. Jó, mondjuk egy ekkora pasasnál lehet, hogy kiszolgálom, hogy ne üssön le, de függetlenül nem kötelező másnak a hülyeségét támogatni. Tehát, hogyha erre valaki azt mondja, hogy illegális kell, hogy legyen, mert hogy ez egy olyan sértés, akkor az már ennek a generációnak a mentális állapotáról is egy igen durva korképet ad. És hát ehhez hozzátesszük, hogy ebben a társadalmi változásban az erőszak, az hihetetlenül gyorsan terjed az Egyesült Államokban, ugye, itt is, tehát van egy, vannak felmérések, meg hát nyilván statisztikákat tesz közzé a hatóság erről, és az a helyzet, hogy több mint 15 éve nem volt ennyi tömeggyilkosság az Egyesült Államokban, ugyanis 2023 első felében már 30 tömeggyilkosságot követtek el. Tehát lőfegyverrel elkövetett tömeggyilkosságokról van szó. Magyarul ezt a fajta frusztrációt, amit nem tudnak kezelni, és amit ráadásul azt akarják, hogy mi szolgáljunk ki, tehát nem kigyógyítani akarjuk őket, hanem még mélyebben beletolni azzal, hogy együttműködünk ezzel mindaddig a pontig, amíg el nem döntik újra, hogy akkor most ők inkább a másik nemhez tartoznak, vagy fluid, vagy ki tudja, micsoda, mindent lehet. Tehát ha én nem működök ezzel együtt, akkor ezzel természetesen olyan frusztrációt keltek ebben az emberben, hogy onnantól teljesen egy egyértelmű, hogy ő neki joga van tömeggyilkosságot elkövetni. És ezt figyeljék meg, arra fogják felhasználni, hogy megint kriminalizálni akarják a fegyvertartást, de közben meg az nem szerepel a statisztikában, hogy ezeket a tömeglövöldözéseket a gyerek nem az apjának a 45 zárral lezárt fegyver szekrényéből kilopott kétcsövű puskával követik el, Amivel mondjuk vadászni jár, hanem ezeket automata lőfegyverekkel követik el, amit a fekete piacon lehet megszerezni. Magyarul, ha betétják a fegyvereket, azzal a fekete piac csak még inkább virágozni fog, és nem oldja meg egyáltalán a helyzetet. Tehát megint csak ez egy manipulációs technika, hogy nem a problémát oldjuk meg, hanem a hatalom ki akarja venni az ellenállásnak az eszközét, még abból a társadalomból, ahol ez megvan ugyanálunk már ez szinte lehetetlen, alig kaphat fegyvert valaki nagyon-nagyon indokolt esetben. Tehát abszolút ebbe az irányba megy minden, és nem a problémát oldják meg, ez látjuk minden szinten, hogy nem akarják a problémát megoldani. És akkor ez a gender olyan szinten beteg, hogy ugye most a Twitteren jelent meg egy olyan hír, hogy volt egy férfi, aki 15 év börtönt kapott, azért, mert ugye a saját lányát kilenc éven keresztül, amíg pici volt, szexuálisan zaklatta, és most ugye öt évvel hamarabb kiengedték a börtönből, mert hogy most már Clive Bundy helyett Claire Foxnak hívja magát, és még ráadásul adományt is kapott, tehát ugye kijött a börtönből, és akkor vannak ilyen alapítványok, akik azt segítik, hogy ezek visszailleszkedjenek a társadalomba, és a kislány, akit, aki azóta már nyilván nagyobb lett, az azt nyilatkozta, hogy nagyon fél, mert hogy az apja semmiféle megbánást nem mutat, és semmiféle rehabilitációs programban nem vett részt, abszolút nyíltan állítja, hogy a kislányokhoz vonzódik, és hogyha nőnek van öltözve, akkor még sokkal veszélyesebb elvileg, mert ugye az, aki nőként azonosítja magát, arról nyilván a gyerekek nem asszociálnak, de arról még mi se feltétlenül gondoljuk, azt gondolja az ember róla, hogy egy ilyen mentálisan teljesen problémás valaki, akinek tehát nem a pedofília jut egyből az ember eszébe, de sajnos úgy tűnik, hogy most már ezek is rájöttek, hogy elég, hogyha azt állítják magukról, hogy nők, meg felvesz egy parókát, kifesti magát, és felvesz egy női ruhát, akkor azonnal mindent megengednek nekik, és azonnal mindenből kiengedik. Szóval az egész látszik, hogy rohad belülről minden a társadalmi folyamatokban, és hát itt, itt jön be a mi felelősségünk, hogy ne tegyük ki ennek a gyerekeinket, hanem beszéljünk velük, és tekintsük őket partnernek, és magyarázzuk el nekik, hogy miért nem jó. A tiltás önmagában nem elég, mert kíváncsi lesz, és ahogy kikerül a kezünkből, hogy úgy mondjam, minden szinten abszolút problémát fog okozni, mert hogy bele fog menni mindenbe, amit megtiltottunk neki, hanem egyszerűen el kell magyarázni. Az én kislányom, amikor a Disneyről csináltam felvételeket, utána simán megértette, hogy miért nem akarjuk, hogy bizonyos dolgokat nézzen. Szóval partnernek kell őket tekinteni, és akkor utána lehet hogy ezzel meg tudjuk őrizni őket attól, hogy ebbe belemenjenek ebbe a vókörületbe, vagy áldozatul essenek. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, a viszont hallásra!